zsidókhoz írt levélnek a tizedik fejezetét keressük ki, a 35. versétől fejezet végéig fogjuk olvasni. Álljunk fel, és így hallgassuk az igét. Tehát zsidókhoz írt levél, tizedik fejezet, 35. versétől olvasom. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, melynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő eljön és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Imádkozzunk. Drága Istenünk, szeretnénk most megérteni ezt az ígét, szeretnénk, hogy a tényleg a hitnek emberei lehetnünk, hogy a Te ígéreted az beteljesüljön rajtunk. Kérlek azért, hogy tedd most a Te ígédet egy kitüntetett helyre ami mi szívünkbe, hogy tudjuk azt megérteni, hogy tudjon az megszólítani minket, hogy ne csak egyik fülünkön be és másikon távozzon, hanem hagyjon maradandó nyomot a szívünkbe, vésse bele a mai üzenetet. Arra kérlek, hogy ha te drága lelkeddel, te élővé ezeket a szavakat, te vegyél ki belőle minden emberit, és hadd, hogy az Isten szava lehessen ma közöttünk. Amen. Foglaljunk helyet. Mai délelőttnek azt a címet adtam, hogy ki jut a reménytelenségből. Sokszor beszélgettünk mostanában itt a gyülekezetnek a feladatáról, hogy milyen egy igazi gyülekezet, hogy Mit jelent az, hogy mi Isten népe vagyunk, hogy van egy jó pásztorunk, hogy előre kell mennünk, hogy egy test vagyunk, hogy fény, só, világosság. Nagyon sok minden előjött ezekben az elmúlt hetekben. És szeretnék, hogy ma, ma egy olyan témával foglalkoznánk, amiről itt a zsidókhoz írt levél nekem a fejezete szól, a reménytelenségről. Amikor tudjuk, hogy mit kell tennünk, akár gyülekezeti szinten, akár a saját életünkbe, de elvesztettük a reménységet. Tudjuk, hogy ez lenne a jó út, hogy erre kellene menni, de elvesztettük a bizalmunkat. Hadd mondjuk erre egy példát a egyszerű hétköznap életünkből. Képzeljük el, hogy kis gyerekek kint fociznak, és hát nemrég kezdték, még 0-0 az állás, és az egyik csapat a másiknak rug egy gólt. Hát egy 0 átvették a veszetést. Aztán a nagy lendületbe még egy gólt kap a csapat, és kettőn óra vezet az ellenfél csapata, és én akkor meg lehet figyelni, hogy azok a gyerekek, ugye, akik a vesztes, a vesztésre álló csapatban vannak, nagyon gyakran elvesztik a reménységüket, és eladják a meccset. Nem drágán, de eladták. És feladják, hogy hát, ez semmi értelme, és látszik, hogy már nem fut annyira, már kiáll a pályáról, már nem csinál semmit, eladta a meccset, elvesztette a reményét, hogy nyerhetnek. Hát nagyon sokszor ez történik a keresztény életben, hogy elveszítjük a reménységünket. Mert olyan dolgokat élünk meg, olyan dolgok történnek, amik hatással vannak ránk, mivel ebben a világban élünk. Azt az igét szeretném most először kiemelni, 35 és 36. vers. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és beteljesüljön rajtatok az ígéret az a gyülekezet, amelynek ezt a levelet írták, tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben és egy nagyon-nagyon nehéz időben volt. Ha kicsit előrébb olvassuk ezt a fejezetet, akkor arról olvasunk, hogy emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalászkodásokkal, gyötrésekkel, nyilvános megszégyenítésekkel, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. Foglyokkal is együtt szenvedtetek, vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb, maradandó vagyonotok van. Hát milyen helyzetbe lehetett ez a gyülekezet? Gondoljunk bele. Arról olvasunk, hogy gyalázták őket, nyilvánosan megszégyenítették őket, sokan foglyok lettek, és ők még közösséget vállaltak a foglyokkal is. Sőt, itt van egy nagyon érdekes dolog. Vagyonotok elrablását is még örömmel fogadtátok. Hát ez valami elképesztő dolog. Képzeljük el, hogy olyan helyzet jön Magyarországon, hogy aki keresztény, nek az összes pénzét most elveszik. Házainkat, autóinkat, birtokainkat, félretett pénzünket, számláinkról az összes pénzt leveszik. Hát tudnánk örömmel fogadni? Vagy mennénk és reklamálnánk, hogy hát ez micsoda az Európai Unióban ilyen történik? Hát úgy hiszem, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz lenne jól fogadni. Ebben a gyülekezetben mégis ez történt. Egy ilyen korban éltek, amikor az, hogy a valaki keresztény, az azt jelentette, hogy jó esélye volt arra, hogy karóba húzzák és meggyújtják. Egy ilyen korban éltek ezek az emberek. És ez a levél, a zsidókhoz írt levélnek az egyik alap gondolata arról szól, hogy ne add fel, tarts ki. Mert nagyon sokan meghátráltak és feladták. És erről szól az a levél, hogy ti, akik már megízleltétek ezt, ne fordítsatok hát az Istennek. Tartsatok még ki, mert egy igen, igen, igen kevés idő, és eljön az Isten. Tehát ez az alapgondolata ennek a levélnek, és arról szól, hogy vannak, akik elveszítették a bizalmukat. Az a szó, ami itt a bizalom, ez a bátorság és a szóláshoz való jog, az eredeti jelentése. Szeretnék egy kicsit visszamenni, és három példát hozni először is arra, hogy milyen az, amikor valaki elveszíti ezt a bizalmát. Először is itt látjuk az ördögnek ugye a testi megnyilvánulását, hogy az édenbe le volt írva egy kígyó. A sátánnak olyan taktikái vannak, amik több ezer év óta nagyon jól működnek, és esze ágába sincs azon változtatni, mert jól működik. Tehát, hogyha nekünk lenne egy, egy üzletünk, ami virágzik, akkor az nem változtatom meg. Hát neki ugyanígy van a fő taktikája, az az, hogy elhint egy kételyt, egy kétséget a szívedben, az Istennel kapcsolatban. Gondoljunk bele, mit csinált az Éden kertbe? Oda ment az asszonyhoz, és azt mondta neki, hogy csak ugyan. Csak ugyanúgy van az, hogy, és idéz valamit, ami nem is úgy van. Csak ugyanúgy van. Tényleg ilyen az Isten. Oda megy Jézushoz a pusztában, ha te tényleg az Isten fia vagy, ugyan már. Hát akkor az bizonyítanod kéne, nem? Én, én nem, nem hiszem el neked. Bizonyíts, kételkedek benned. A sátának az egyik fő taktikája mindig egy kétséget elhint, mint egy aprónyi homokszemet a gépezetbe, az Istennel való kapcsolatodba, a bizalmadba. Elkezdesz benne kételkedni. Nem biztos, hogy a létébe, lehet, hogy a szeretetébe, lehet, hogy a kegyelmébe, vagy a, a jelenlétébe. És ez elkezd forogni és elkezd, és elkezd ez a dolog egyre nagyobb teret hódítani. Ő mindig ezt tette, egy hazug. Minden hazugságban rak azért igazságot is, hogy könnyebben elhiggyük, de azt mondja Jézus, hogy ő a hazugság atya, nem tud más tenni, mint hazudni. És ez az egyik fő tevékenysége, hogy az a bizalom, ami közted és az élő Isten között van, az megromoljon. Hogy oda belépjen a kétségeskedés, hogy oda belépjen a kételj, bármilyen módon, akár egy tudományos érvel, akár egy, egy érzelemmel, de elérje azt, hogy ott legyen a elmédben egy kétség. Hogy elveszítsd ezt a bizalmadat. És hogyha valaki elveszíti a bizalmát, ha valaki elkezd kételkedni, akkor az a valaki passzív lesz. Hogyha van egy katona, aki harcba indul, és fut a cél felé, mert tudja, hogy merre kell mennie. És hirtelen egy kétely megjelenik benne, hogy vajon jó az irány? Nem tévesztettem el? Nem lehet, hogy pont rossz fele megyek? Meg fog állni, mert kételkedik, mert nem biztos abban, hogy jó az irány. Hogyha az ördög eléri az életedbe, hogy kételyeket elhelyez az elmédben, akkor meg fog bénítani. Funker most nézi néhány példát, hogy ígértem, az Új Szövetségből először. Gedeonnak az életével foglalkoztunk a félfükörön elmúlt vasárnap. Midyániták lerombolták, lerohanták Izraelt. Azt írja az igé, hogy olyan szegénység volt, hogy még egy darab állat, egy szamár sem maradt egész Izraelben, mert mindent elvittek. Egy portyázó banda volt. Gedeon ott van, és éppen próbál valamicskét megmenteni a Midyániták elől. Megjelenik az úrnak az angyala, és azt mondja, hogy Gedeon, te erős vitéz, és azt mondja, hogy a te erőddel megszabadítom Izraelt. Figyeljük meg Gedeonnak a válaszát. Mit mond? Ugyan már. Hol vannak azok a csodák, amelyekről mi olvastunk? Hol vannak azok a csodák? Mi volt Gedeonnak a szívébe? Keserűség? Kételkedés? Hát ő hallotta a történeteket, nem volt olyan zsidó fiú, aki ne hallotta volna a nagy történeteket, amit meséltek az idősek. Azt mondja Gedeon, Hol vannak ezek? Ha te, tényleg, ha te tényleg az vagy, akinek mondod magad, miért hagyod, hogy ez történjen velünk? Hol vannak a Te nagy csodáid Isten? Mondtuk már ilyet az Istennek? Hol van Istenem, a Te nagy hatalmat? Hol vannak azok a dolgok, amikről mesélnek? Én nem tapasztalom. Nézzünk egy másik példát, illés. Mindenki ismeri ugye Isten ítélet a Kármel Hegyen történetét, illés elképesztő határozottsággal kiáll, meddig sentik átok még két felé, ha az Úr az Isten kövesítek őt, ha a áll, akkor őt. És aztán lecsap a tűz a mennyből, felemészti az áldozatot, amit még előtte jó sok hordónyi vízzel leöntöttek, hogy nehogy véletlenül mondják, hogy meggyulladt. Elképesztő hogy csodát élt meg Illés. Következő pillanatban azt olvassuk, hogy Illés megijed, mert megfenyegették. Egy darab ember megfenyegette. Most él tehát a csodát a Kármel-hegyén, egy darab ember megfenyegeti, és azt olvassuk, hadd olvassam fel, megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét. Leült egy bokor alá, és meghalni kívánt. Azt mondta, hogy elég most már, vedd el az életemet. Hogy lehetséges ez, hogy valaki, aki átélte az Istenek ezt a hatalmas megnyilvánulását, következő pillanatban azt mondja Istennek, hogy Uram, elég, vedd el az életemet, inkább meghalok. És van egy harmadik példa az új szövetségből, ez keresztülő János, bemerítő Jánosnak a példája. Ő volt az első, aki rámutatott Jézusra, hogy íme az Isten bárány, aki hordozza a világ bűnét. Ő volt az, amikor a tanítványai oda mentek hozzá, hogy János, hát itt van ez a Jézus, és több tanítványa van, mint neked, több embert merítenek be a tanítványai, mint te valaha. És azt mondta János, hogy ez így van rendjén, Neki nagyobbnak kell lenni, nekem kisebb nem. Ő az Isten felkentje. Eltelik egy kis idő, János börtönbe kerül. És elküldi tanítványait Jézushoz, hogy kérdezzék meg tőle, mit kell megkérdezni. Jézus, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Látjuk ezeket a hatalmas különbségeket? Amikor azt mondja János, hogy hát ő az Isten szentje, hát neki nagyobbnak kell lenni, nekem kisebbnek. Aztán János börtönbe kerül, Jézus nem jön el, nem szabadítja meg, nem küldi el az angyalát, és Jánosban elindul valami. Kételkedés, keserűség. Nem erre számított talán. És elküld el ez a Jézushoz, hogy Jézus, most mondd meg, te vagy az, vagy nem? Azért tette fel ezt a kérdést, mert már János nem volt benne biztos. Most tényleg te vagy az eljövendő, vagy... vagy vagy félreismertünk és mást várjunk. János látta, amikor a mennyből galan formájában az Isten lelke leszáll Jézusra, és megszólal a mennyből a hang, íme az én szeretett fiam, aki begyönyörködök. És ezek után azt mondja János, hogy Jézus, tényleg te vagy az? Tényleg te vagy az? Hát látjuk azt, hogy a keserűség, a kételkedés és a csüggedés, az bárkit elérhet, bárkit megtalálhat egy Illést, egy Gedeont, egy Bemerítő Jánost. Mindegyikünk ott vagyunk, hogy elérhet minket az, amikor feladjuk a bizalmunkat, amikor a bátorságunkat és az Istenbe vetett hitünket feladjuk. Azt mondja itt az író, ne veszítsétek el bizalmatokat, melynek nagy jutalma van. Néha a bepillantást kapunk abba, hogy a mennybe lesznek dolgok, amelyeknek nagy jutalma lesz, lesznek dolgok, amelyeknek nem lesz jutalma. Egy BMW-nek nem nagy jutalma lesz a mennybe, nem sokat fog érni. Egy kiló aranynak nem sok ára lesz, azon fogunk rohangálni a járdán. De azt mondja az ige, hogy a ti reménységeteknek, a ti bizalmatoknak nagy jutalma van. A következő fejezetben azt mondja ugyancsak ez az író, hogy hit nélkül lehetetlen tetszeni az Istennek, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Az Istennél van jutalom. Erről, néha, erről nagyon ritkán beszélünk, hogy az Isten megjutalmaz. De itt azt mondja az ige, hogy ne, visz, ne veszítsétek el a ti bizalmatokat, mert nagy jutalma van. És azt mondja, hogy mert egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, az eljön és nem késik. Gedeon azt mondta az angyalnak, hogy hol van az az Isten, akiről én olvastam. Hol van az az Isten, akiről én hallottam, hogy olyan erős mi azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. El tudjuk ezt együtt mondani? Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Én feltettem már az életembe azt a kérdést, hogy hol van az a Jézus, akiről én, én olvastam a Bibliába? Hol van az az erő, amiről én olvastam a Bibliába? Meggyengült volna az Isten? Elmúlt volna az ő ereje? Itt hagyott volna minket magunkra? De azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma, mindörök ki ugyanaz. Benne még a változásnak árnyéka sincs meg. Hogy a Gedeonhoz hasonlóan feltetted már azt a kérdést, hogy hol van, hol van az, amiről én olvastam. Akkor tudd meg, hogy Jézus nem változik. Ő ugyanaz a Jézus, akit, aki megérintett, meggyógyult. Ugyanaz a Jézus, aki szólt Lázának, és ez feltámadt. Ugyanaz a Jézus, aki keresztre ment értünk. Ő nem változik. Mi emberek változunk. Jézus nem változik tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És az a Jézus, aki már egyszer bizonyított, amikor téged megszólított, és megtapasztaltad, ő nem változik. Ő ugyanúgy szeret téged, hallottuk a bizonyságot, még hogy el is távolodtál tőle. Tegnap, ma mindörökké, ő ugyanaz. Te változtál, és én is változtam. Az Isten nem változik. És ugyanaz az Isten, aki a tékozó fiú elé rohant, és azt mondta, hogy borulja keblemre, mert az én fiam, aki elveszett, ma megtaláltatott. Az Isten nem változik. És ez kell, hogy az egyik alapja legyen annak, hogy ragaszkodunk a reménységünkhöz, hogy azt senkinek nem adjuk oda. Ma nagyon sokan félünk. Félünk attól, mert Európában élünk, ha látunk egy térnek a közepén egy elhagyatott táskát, az emberek elrohannak. Olvastam Párizsba, egy férfi, egy turista ment, lerakta az utazó táskáját egy pillanatra, míg egy fotót készített a partról és odébb ment néhány méterrel, az emberek elrohantak és hívták a kommandósokat, mert rettegtek, hogy itt netán egy újabb merénylet fog történni. Tele van a mai ember félelemmel. És tele vagyunk olyan dolgokkal, hogy elveszíthetnénk a bizalmunkat, a reménységünket az Istenbe. De azt mondja itt a levélszerző, ne veszítsd el a reménységedet, mert nagy utalma van. És mit mond még? Azt mondja, hogy az én igaz emberem hitből fog élni tudja -e valaki, hogy mi van ott a képen, a két ujjan kívül? Pontosan, mustármag. Elég kicsi. Amikor Jézus mutatta a tanítványoknak, hogy ha akkor a hitetek van, mint a mustármag, nem tudom, hogy próbálta-e odaadni a többieknek, de szerintem a második, harmadik ember talán már elveszítette. Mert nem is látjuk szinte, alig tudjuk megfogni. Azt mondja a Jézus, hogy ekkora hitetek van bennem. Mondjátok ennek a helynek, hogy emelkedj fel, ugorj a tengerbe, és meg lesz az nektek. Azt mondja Jézus, hogy ilyen kicsi hit, egy ilyen kicsi hit, egy ilyen nagy Istenben erre képes. Ez az a idézet, amit Pál Lapostor is használ a Róma 1-ben, amikor azt mondja, hogy az én igaz emberem pedig hitből fog élni. Ez volt az az igevers, amire Luther megtért és felismert az örömhírt. És ez az az igevers, ami minket is kell, hogy bátorítson, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. Mi nem azok az emberek vagyunk, akik most meg fogunk ijedni, és elveszítjük a bizalmunkat. Mi nem azok az emberek vagyunk, akik meghátrálunk. Mi azok az emberek vagyunk, akik hiszünk egy végtelen hatalmú Istenben, a mindenhatóban, és azt mondjuk, senki nem veheti el tőlünk ezt a reménységet. Történjen bármi, akár Európába, akár Pécán, akár ebben a gyülekezetben, senki nem képes arra, hogy ezt a reménységet elmegye tőlünk. És van még itt egy nagyon érdekes dolog, azt mondja, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy beteljesüljön rajtatok az ígéret. Álhatatosságra van szükségetek, hogy beteljesüljön rajtatok az ígéret. Ma reggel, vagy inkább tegnap este, nem is tudom, hogy fogalmazzam, a kisfiunk úgy döntött, hogy nem akar aludni, és nagyon álhatatos volt ebbe. Ahogy a kisányba beleraktuk, és először csak úgy lehúzta a, fal, a korlátnak a védőjét, azt a kis anyagot, és úgy kukucskált ránk, hát mondom, csak visszaalszik. És, és ő, el, ő úgy döntött, hogy ő nem. Hát mondom, előbb-utóbb hát álmos, biztos, hogy el fog aludni. Nem, ő nem. És amikor már farkaszemet nézünk néztünk egy fél órája, órája, és még mindig néz rám, és még mindig mondja, hogy ő nem akar elaludni, hát akkor meggyőzött, és akkor ki kellett venni elaltatni. Mert álhatatos volt, nagyon kitartó volt abban, hogy ő nem akar aludni álhatatosságra van szükségünk ahhoz, hogy az ígéretek beteljesüljenek az életünkbe. Ha van egy olyan ígéret, amit kaptál az Istentől, nekem vannak ígéretek, amit a saját életemre kaptam, amit a családomra kaptam, amit erre a gyülekezetre kaptam, és azt látom, hogy eltelnek évek, és még nem látom, hogy megtörtént. De hű az Isten az ígéreteihez. Gondoljunk bele egy Ábrahámnak az életébe. Az Isten azt mondja neki, Ábrahám, néz a csillagokat! annyi utódod lesz, mint ott. Nézd a tengernek a homokját. Annyi utódod lesz, mint itt a tengerpartna homokszem. Meg se fogod tudni számlálni. Hát képzeljük el aznap este, Ábrám, hogy érezhette magát. Hát az Isten lehajolt hozzám. Az Isten cselekedni fog. Aztán eltelt egy hét, még egy hét, kilenc hónap, még egyszer kilenc hónap, meg még egyszer. Teltek az évek, és nem, hogy ezer nyújtó, de nem lett, de még egy sem. Azt mondta Ábrám, hogy akkor valamit tenni kell, és emberileg belelátott, hogy akkor ő most megoldja ezt a helyzetet, de látjuk, hogy milyen következményei lettek. És amikor már szinte elvesztette a reményét, azt mondja, hogy az én feleségem megvénült, ahogy én is. Itt már nem lesz baba. Akkor az Isten az ígéret gyermekét nekik adta. Hány évnek kellett elteni? Hányszor tette fel a kérdést Ábrám, hogy hol van az az Isten, aki nekem ezt megígérte? Vagy gondoljunk Józsefre, Kapott egy álmot az Istentől, hogy lehajolnak előtte mások, hogy nagyjá lesz. És aztán bekerül egy kútba, aztán bekerül Egyiptomba, aztán bekerül egy börtönbe. És ott, ahogy a börtönben van, és azt írez az ige, hogy elfeledkezett róla a pohárnak, és ott telnek az évek felette. Ne felejtsük el, hogy évek teltek el. Húszgálhatta a strigulákat, ahogy teltek a napok, és az Isten semmit nem mutat az Isten ígérete hol van az életembe? De eljött az a nap, mikor oda került, és az Isten beteljesítette az ő ígéretét. Arra bátorítom a gyülekezetet, hogyha van egy ígéreted az Istentől, akkor ennek az ígéretnek egy gyenge tényezője van az ember, mert az Isten nem szegi meg. Mi lehet, hogy feladjuk, de azt mondja az igaz, hogy állatotosságra van szükséget. és amit Isten megígér, azt ő megtartja. Az Isten nem fogja az ő ígéretét megszegni. Az amit ennek a gyülekezetnek adott, az amit neked adott. És hadd mutassak egy utolsó képet, azt mondja itt a levél, mert aki eljövendő, az eljön és nem késik. Ez is a Habakú könyvének az idézete, mert egy igen-igen igen kevés idő. És aki eljövendő, az eljön és nem késik nem tudom, hogy milyen lesz az, amikor megpillantjuk őt. Olyan, mint egy nap felkelt, amikor meglátjuk, hogy megnyílik az ég, és egy új dimenziót meglátunk, és azt veszük észre, hogy valami elképesztő erő egyszerűen kiránt minket ebből a földből, és repülünk az Úrhoz. Nem tudom, milyen lesz. De azt tudom, hogy nem késik. Azt tudom, hogy Isten tudja a pillanatot, az órát, és nem fog késni. Azt tudom, hogy itt lesz időben, és egy igen-igen kevés idő, és meglátjuk őt. Egy igen-igen kevés idő. Ezek az igék után azt mondom, hogy senki nem lesz képes arra, hogy ezt a reménységet elvegye tőlem. Mert egy igen kevés idő, és én az Istennel leszek. Az elmúlt hetekben a gyülekezetben nagyon sok gyász történt, és emiatt gyakran mentünk temetőkbe. És ez egy nagyon megterhelő dolog mindenki számára. De mégis azt mondja a prédikátor, hogy jobb oda menni, mint a mennyegzőkre, mert az ember megtanulott valamit megtanulja az ember, hogy hallja az élet történeteket, hogy egy igen-igen kevés idő, és minden távozunk erről a földről. Elrepül ez az év. Hallottuk az 50 éves házasság évforduló kapcsán egy pillanat. Egy pillanat és vége. Egy pillanat és az Úrnál vagyunk. Már csak egy igen-igen kevés idő, testvérek. Vagy az Úr visszajön, vagy nagyon gyorsan eltelik még ez a néhány év, de mind megállunk az Isten előtt. És hogy hol leszel? Baloldalra, állítanak téged, vagy jobb oldalra az iddől el. Ezt az egy életet kaptuk az Istentől, hogy jól éljünk. Ezt az egy életet kaptuk ezen a földön, hogy érte éljünk. És ezt fogja eldönteni az örök életet. Én arra bátorítlak téged, hogy ezt az egy életedet jól éld meg. És éld az Istenért, éld azért a reménységért, amit ő adott neked, ami túlmutat ezen a földön. Azt mondja Pál, hogy mi hitben élünk, nem látásban. Ami látható az ideig való, de ami nem látható az örökké való. Erre bátorítlak, hogy legyen ott benned ez a reménység. Reggelt, amikor meglátom a nap felkeltét, úgy néha elgondolkodok azon, hogy akár ma reggel is lehetne, hogy amikor felkel a nap, meglátom az Isten dicsőségét. És azt mondja, hogy na eddig és nem tovább. Eddig tűrtem az emberiségnek a dolgait, de most eljövök és igazságot teszek. Mert ez a nap el fog jönni, testvérek mindegyikünk életébe, vagy így, vagy úgy, de nagyon-nagyon rövid időn belül az Isten előtt megállunk. És én erre szeretnék bátorítani a mindenkit, hogy ne engedjük, hogy bárki és bármi elvegy a reménységünket. Ez a reménység, ez egy nagyon értékes dolog. És ezt sok mindenki el akar venni tőled, de az Isten erőt ad ahhoz, hogy ezt megtartsd. Amen.